Sziasztok! Ebben a videóban elkezdtem egy könyvtáras házikút, vagy mi ez? Úgyhogy gyorsban bemutatom, amiket az előbb, nem előbb építettem. Amúgy építettem, ugye ott egy ilyen pályát, ilyen ugrálósan. Ez egy trambulin, várjátok. Vípacs! Vípacs! Vípappá! És még ott egy cica, meg egy kutya, azt majd a videó végén fogom nektek megmutatni. Jó, akkor le is rakom ezeket a könyves polcokat. Így mi? Meg akkor ez az egész könyves polcból fog állni. Mindenhol egy könyves polc. Így. Így. Milyen szépek ma itt a könyvek. És arra gondoltam, hogy lehetne könyves polc. Igen. Bejegyzem, úgyhogy néz ki. Hát igazából sehogy. Akkor egy kicsit kitrápjázom. Csak elő megcsinálom ezeket a... Ezeket! Amúgy mondjátok el nektek, hogy telt a suli? Milyen volt? Mert most holnap viszont hétfő. Be kell cipelni a táskát. Ki kell cipelni a táskát. Na. Bocsánat megint a reklámért. Nyugodt állam én is. De elindíztam a reklámot. Akkor fogok fáklyákat. Vagy nem. Fogok még ilyen vasat, vagy mi ez, felrepülök. Még egyszer így körbe rakom. Szerintem nektek megvan, hogy mit szeretnék. De ha nincs, akkor el is mondom, vagy pedig adok egy 10 másodperces gondolkodási időt. Vagy elítsd meg a videót és gondolkodj. Én szerintem az elítsd meg a videót gondolkodjon választottam, úgyhogy ez is mondom. Most, ha nem állítottad meg a videót, nem állítottad meg, ha megállítottad. Ide fogok egy ilyen fényes csinálni, ilyen fényes dolgot. Ó, komolyan most elrepüljek a másik házamig. Mert ott van csak egy tető. Ha itt elrepülök. Azt láttátok. Majdnem beleestem. Na, jó reggelt, good morning. Na, akkor megcsináltam még egy tetősre. És akkor itt fent szét fogjuk világítani. Így. Na tessék. Ilyenre gondoltam, hogy ez legyen itt fent.
most nem tudok közlekedni. Mindegy. Ezt nem hiszem, mert minden másodpercben van egy reklám, most komolyan mondom. Ti ugye bele tudtok pörgetni a videóba, hogyha például reklám van, bele tudtok pörgetni. Jó, akkor most fogunk egy kerítést. Lerakjuk pont kettő távolság. Ajjajjajj. Ah, kitaláltam. Itt majd lesz egy létre. És itt akkor három távolság lesz, itt lesz. És akkor ezt az üveget elrakom. Íni. Ide lehozza a könyvet, vagy pedig itt lesznek a mesekönyvek, de persze ott is lesznek. Jaj, akkor csak itt alul lesznek. Akkor ezt itt is kiütöm. Úristen. Ide akarom rakni. És most vasba itt ezt megcsinálom. És akkor vasból. Csinálunk egy létrát, öt létrát. Így nem. Csak vigyázzunk majd erre a lyukra, és kész. Így inni. Jaj. Na, akkor már most van időm. Ezzel megmutatom azt is, hogy bővítettem egy kicsit a malacokat is, egy kicsi helyre. Bocsánat. Bővítettem egy kicsit a nyuszikat is. Jaj, most kettő van kint, aranyosak. Meg bővítettem egy kicsit itt a bárkat is. Lett egy
most komolyan. Akkor meg is mutatom a cicaházat és a kutyaházat. Ebben csak cicák és kutyák vannak, akkor kezdjük is a cicaháza a kittinek a kedvencével. Ez egy kicsit csúnya a fentről, hogy ennyire van világítva, csak sötét szín is. Sötétre van világítva. És akkor így néznek ki az én kis cicmáim. Igaz? Nem tudok felugrani. Na. Egy fene. Jó, Isten, ne nyelvogjatok már! Jaj! Következő az egy kutyimuci. Itt vannak a kutyimutyaim. És itt el van rejtve egy agyacska. Csak csendben. Na, itt vannak a kutyáim. Itt egy fekete, egy zöld nyakörvű. Még egy fekete, egy lila, egy rózsaszín, egy kék és egy... Jaj, megütöttem valakit. Bocsánat. Shit! Igen, én nézek ki. Cukikák! Na, akkor... Most kipróbáljuk ezt a... Ezt az ilyen pályát, tudjátok... Ja, megcsináltam egy medencét, ilyen cukit. Ugye, akkor kipróbáljuk ezt a nagyon jó... kis pályát, amiben én nagyon béna vagyok. Csak itt be kell rakni a leáldikóba ezeket a cucmókokat. Így. Jó Isten, állat mindenhol, állat és állat. Na, innen kezdődik, itt felmászunk. Itt a checkpoint. Amúgy vissza, hogyha például leesünk a földre, direkt, hogy leesek oda a földre, nem pedig a slime-ra, akkor vagy rossz helyre ugrok a slime-ja, akkor viszont vissza kell a legközelebbi csapból. Vissza kell lepülni. Remek. Checkpoint. Checkpoint. Hú, ez egy lávás rész, itt van minden. Meg gyémánt is. Feladog. Láttátok? Jaj, a vízbe ugrott. Jó. Checkpoint. Felmászunk, és itt van egy trükk. Itt nem a slime-ra kell ugrani, hanem át kell ugrani. Ez egy trükk, mert akkor ott izelsz egész nap. Na, köszönöm, hogy játszottál, nyertél. Nem hanem. Jéj! Nyerem is. Egy kis gyémánt. És akkor ületem egyik le a nap. Ezért el kell...
Köszönöm, és nem tudottam amúgy a PNT-házat, ami nem mindig fontos, de mindegy. Meg a Süteményházat szerintem azt már láttátok, de ha nem, akkor most megnézhetitek. És ezt nézitek. Reggel ki fogunk próbálni azt, hogy felöpüljünk teljesen a felhők fölé, úgyhogy már nem is látunk felhőket. És onnan beleugrunk a trambulinba. Az milyen menő lesz már? De tényleg, felugrunk lehet újra a felhők közé. Na ezt ki kell próbálni. Nem tudom miért, de nagyon izgulok. Jó, akkor itt repülünk fel. Addig beszélgessünk. Ti amúgy hogy vagytok? Amúgy a kis... mert látjuk fel! Már nem látunk semmit, most fognak jönni a felhők. Igen, ott van egy felhő, meg ott is egy... Ebből... Még itt a felhők között vagyunk azért. Látjátok, hogy emelkedünk? És hamarosan el... itt már nincsenek is felhők. Akkor még egy kicsit felmegyünk. Ez nagyon izgi! Ott a nap. Akkor itt le is ugrunk. Ti ezt láttátok. Ezt nem lehetett elhinni se. Úristen. Fürödjünk egy jó nagyot. Ez. Úristen, ezt nem lehetett elhinni. Júj. Uram, atyám. Meg akkor be is mutatom nektek az elkészült titkodbázi. Nem elég. Ez elég titkos. Jó, be kell mindig csukni az ajtót. Csak ennyi van benne, egy kicsit ágyacska is kész. Na, akkor itt is mérném be az a szupicski ház, szupicski titkos bázisba a videót. Köszönöm, hogy megnéztétek, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!